Sziasztok, Dóri vagyok! Most megnézzük, hogy mi történik, ha a laminált padlónk lerakásakor odaérünk a fűtéscsőhöz. Mire lesz szükségünk? Egy csavarbehajtóra, egy lyukfűrészre, egy ceruzára, egy derékszögre, és a végén a csúnya rész letakarásához egy csőrózsára. Fontos tudnunk, hogy a fűtéscsövünk az hova fog esni a laminált padlónkhoz képest, ezért ezt a derékszöggel tudjuk pontosan kimérni. Nagyon egyszerűen két vonalat húzunk mind a két oldalán. Így, majd a másik oldalon ugyanígy megismételjük. Majd ezt a részét föltoljuk a falig, és ott is megismételjük a másik oldalról. És már meg is kaptuk azt a kis négyzetet, ahova esni fog a fűtéscsövünk. Derékszöggel szépen bejelöljük az átlókat, és akkor meg lesz a mértani középpontunk. És ide téve már fúrhatunk is. Amikor ezt szépen ide beillesztettük, akkor a leeső padlódarabkánkat visszaillesztjük. Ezt színazonos tömítővel kihúzzuk, és a legvégén pedig ezzel a csőrózsával megkoronázzuk a mutatványunkat. Ennyire egyszerű. Higgyétek el, hogy kész vagytok! Amennyiben kíváncsiak vagytok a laminált padló lerakásának alapjaira, nézzétek meg az előző kis videónkat, és ha további ötletekre vágytok, iratkozzatok fel a Praktikert csatornájára. Sziasztok!